Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Bizonyára önök előtt is ismeretes, hogy a napokban CD-lemezt adtak ki, sőt, külön magnókazettát is, Best of Communism címen, és a Közszolgálati Magyar Rádió Kossuth adója, valamint az egyik kereskedelmi adó szeptember 11-én ezeket a dalokat hosszú időn keresztül sugározta, így a Bunkócska tedrágát, amelyet ugye a miniszterelnök úrnak szerette volna testre szabottan ajánlani és rákérdezni erre a dologra, és hát olyan dalokat is, mint Sződ a sejmet, Elvtárs, meg hasonló dalokat. Egy kicsit meglepődtem, hogy nem hallottam a Deutschland, Deutschland, Überalles-t, vagy a Megáj, Megáj, Kutya Szerbia, nem lesz tied, Hercegovina, mert ugye ezek is elfértek volna, a Bunkócska mellett ezek is a Bunkócska dalok. Na tehát én úgy gondolom, félretéve az ilyen megközelítést, hogy szégyene a magyar közszolgálati rádiónak, hogy megint a Bunkócska szintjére süllyed vissza ez az ország. Nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy a miniszterelnök úr személyesen miként vélekedik a Bunkócskáról, mert hiszen hallottam, hogy a múlt év végén nagyon lelkesen énekelték ezt a MSZP frakciója részéről is, de hát úgy gondolom, hogy lejárt az ideje a Bunkócskának és mindazoknak, akik a Bunkócska tett drága elvi ideológiai alapján álltak, és ezért kérdezném a miniszterelnök urat, hát remélem, hogy a miniszterasszony tud a miniszterelnök úr nevében nyilatkozni, mi a miniszterelnök úrnak a véleménye a Bunkócska tett drágáról és a Sződ a sejmet elvtársról, és arról, hogy ilyen dalok jelennek meg a közszolgálati rádióban. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, megadom a szót dr. Csiha Judit miniszterasszonynak. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. A kérdés címét olvasva sok mindenre gondoltam, de arra, hogy talán szellemesnek szánt azonnali kérdése ilyen szánalmasra sikerül, arra azért nem gondoltam. Mindannyian tudjuk, az ország is tudja, hogy magánlemezkiadó által kiadott művet közszolgálati rádióban, tévében lejátszani, illetve közvetíteni, azoknak a dolga eldönteni, akik erre kompetenciával bírnak, semmiképpen nem a kormányi, semmiképpen nem a miniszterelnök úré. Ilyenképpen azt is lehetne válaszolni, hogy rossz helyen tetszik kérdezni. Ami a konkrét példáit illeti, egy dologgal illusztrálnám a szánalmas jelzőt. Ön ebbe a sorba sorolta, Németország ma is használatos, Haydn zenéjű, ám bár más szövegű himnuszát. Én azt hiszem, hogy enyhe kifejezés erre a két percre azt mondani, hogy szánalmas. Köszönöm. Viszont választra megadom a szót dr. Tordján József úrnak. Igen, tisztelt miniszterasszony, hát én úgy gondolom, hogyha önnek nem tetszett a kérdés, akkor vegye úgy, hogy Bunkócskára sikeredett a kérdésem, de ugye én úgy gondolom, hogy azért azt nem ártana tudnunk, hogy most végül is a miniszterelnök úr vásárolt-e a Bunkócskából, mert említettem, hogy megjelent CD-lemezen és kazettán is. Én magamról elárulhatom, én a Bach sakonyát vettem meg legutoljára a CD-n Pikájzentől. Kíváncsi lettem volna, hogy a Bunkócskát kitől szerezte meg a miniszterelnök úr, és hallgatják-e önök, mert ha tetszik, ha nem tetszik, konkrét tudomásunk van arról, hogy önök bizony ezt énekelték a múlt év decemberében, úgy, hogy a lakosság körében nagyon nagy feltűnést és megdöbbenést keltett, de erről majd máskor, ha kíván válaszolni, válaszol rá. Köszönöm. Köszönöm, viszontválasz illeti a miniszterasszonyt. Nem kíván élni a viszontválasz lehetőségével.